Dr. Jász Nándor 1949-ben született Budapesten. 1968-ban érettségizett a Fazekas Mihály Gimnáziumban, és még abban az évben felvették a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1974-ben diplomázott. A katonai szolgálat után 1975-től a Merényi Gusztáv, akkor még Gyáli úti kórház sebészeti osztályán kezdte orvosi pályáját. 1979-ben általános sebészet, 83-ban anesteziológia és intenzív terápia szakvizsgát tett. Dr. Drobnyi Sándor professzor mellett tanulta ki a vastagbéldaganatok sebészetét. 1991 óta rendszeresen végzett gasztroszkópos és kolonoszkópos vizsgálatokat. A fekvőbeteg ellátásban eltöltött 32 év után 2007-től a Mester utcai rendelő sebészetén dolgozik, eleinte teljes munkaidőben, majd a nyugdíjkorhatár elérése után részmunkaidőben. 53 éve lakik a kerületben és 40 éve dolgozik a kerület egészségügyi intézményeiben, idén pedig 50 éve lesz, hogy átvette a diplomáját. Dr. Jász Nándor, Ferencváros Prosanitate díjasa.